A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, még nyáron két elektromos autóbusz került forgalomba Székesfehérváron, most pedig már újabb 12 közlekedik a városban. A köztérben ezekkel a járművekkel foglalkozunk, tartsanak velünk! Már 12 elektromos autóbusz közlekedik Székesfehérváron a Volánbusz flottájában. Az egy tucat Ikarus típusú busz évente mintegy 730 tonnával és több mint 400 autó kibocsátásának megfelelő mennyiséggel csökkenti a széndioxid kibocsátást. A szóló kivitelű, alacsony padlós, kéttengelyes Ikarus elektromos buszok 30 ülő és 55 álló utas egyidejű szállítására alkalmasak, és egy feltöltéssel akár közel 300 kilométert is képesek megtenni. A 102 E-típusú buszból az első kettő nyáron állt forgalomba, immár mind a 12 Fehérvárra szánt jármű közlekedhet. Nagyon nagy öröm ez a város életében, és nagyon sokat is lehetne beszélni arról, miért nagy öröm, de ígérem, hogy takarékoskodok az idővel, az idejükkel. Már csak azért is, mert elég egyértelmű az a helyzet, hogyha Ikarus által itt Székesfehérváron gyártott, ráadásul elektromos autóbuszokat állítunk forgalomba Fehérváron, akkor az miért jelentős Székesfehérvár életében. Volt néhány évtized, amikor ez teljesen természetes volt, még ha nem is elektromos buszok tekintetében, de az Ikarus buszok vonatkozásában. Aztán volt egy átmeneti időszak, amikor nem volt természetes, és most megint 12 Ikarus által gyártott autóbusz Fehérváron történő forgalom behelyezésének a végén vagyunk. Ez egy nagyon nagy öröm, hiszen egy ipari technológia, egy ipari tudás, egy ipari hagyomány az, amelyik tovább él a város gazdasági életében. Tesszük ezt ráadásul a közösségi közlekedés vonatkozásában, és tesszük ezt környezetvédelmi szempontból is kiemelkedően fontos beruházás keretében. Engedjék meg, hogy megköszönjem az együttműködő partnereknek, a Volánbusznak azt, hogy régóta vagyunk egymásnak stratégiai partnerei, ez mindig egy nehéz, de azt gondolom, hogy jó együttműködés. Azért mondom, hogy nehéz, mert a közösségi közlekedésnek mindig megvannak a maga kihívásai, viszont teljesen egyértelmű, hogy egy nagyváros életében folyamatosan fejlesztenünk kell. És ezt csak egy jó partneri együttműködésben tudjuk megvalósítani. Ennek nyomán indultunk el azon az úton, aminek az eredménye ez a 12 elektromos szólóautóbusz. Köszönöm szépen Magyarország kormányának a támogatást, hiszen ezen finanszírozás és egyáltalán támogatási programon nélkül ezt a város önerőből nem tudta volna megvalósítani. Kicsit kerekítve 1,8 milliárd forintos összértékről beszélünk, aminek a döntő része az támogatásként érkezik meg az autóbuszokon keresztül Székesfehérvárra. Az, amit nekünk önerőbe biztosítanunk kell, az nagyjából a határa annak, amit egy önkormányzat vállalni tud. Viszont így, ebben az együttműködésben mi ezt vállalhattuk, az autóbuszok pedig elkészültek és forgalomba álltak. És azt szeretném jelezni államtitkár úrnak és vezérigazgató uraknak, hogy mi készen állunk ezen a területen és a további együttműködésre, akár új autóbuszok beszerzése vonatkozásában, akár pedig újabb és újabb technikai, technológiai újdonságok bevezetése tekintetében. Tárolás, villamosáram és sok minden jöhet szóba, amire egymás épülve, szinergiákat kihasználva lesz fenntarthatóbb maga a közösségi közlekedés is. Én ehhez kívánok jó együttműködést és jó munkát, egyúttal pedig balesetmentes közlekedést az autóbuszvezetőknek, akiknek szeretném megköszönni az eddigi munkáját is. És mit is kívánhatnék, minél többen használják a közösségi közlekedést, azon belül pedig találkozzanak az Ikarus elektromos buszokkal, a visszajelzések pozitívak, és ami talán a legfontosabb, hogy a fiataloktól különösen pozitívak. Tehát ők jó értelmevéve trendinek tekintik azt, hogy elektromos buszon közlekedjenek. És ez kell ahhoz, hogy a közösségi közlekedést együtt közösen népszerűsíteni tudjuk.
A 12 zöld autóbusz összértéke közel 2 milliárd forint. Az ünnepélyes projektzáró eseményen Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára elmondta, a projekt nem csak zöldebb, gazdaságosabb működést és magasabb színvonalú szolgáltatást eredményez, de lendületet adhat a hazai buszipar fejlődésének is. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek a mai napon. Én amikor 2021-ben az energetikai államtitkárságot átvettem, akkor az első utam az Székesfehérvárra vezetett, és akkor pedig az első elektromos buszt lehetett egy hónapig kipróbálni itt Székesfehérváron. És hát ebben az időszakban, ebben a közel másfél évben látszik, hogy hova fejlődött maga a zöld busz program, ugyanis most már nem egy buszról beszélünk egy hónapon keresztüli kipróbálásra, hanem itt áll mögöttem egy sor elektromos busz, amit itt helyben az Icarus helyi gyárában gyártottak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a mostani demonstráció is nagyon jól bemutatja, hogy miről szól ez a zöld busz program. Szeretnénk, hogyha Magyarországon egyre elterjedtebb lenne az elektromos közlekedés, és kimondottan a közösségi közlekedésben nagyon nagy szerepet szánunk az elektromos közlekedésnek, ugyanis a helyi emissziókban nagyon sokat tud csökkenteni az elektromos buszok használata. Ha megnézzük, Magyarországon a közlekedési szektor az, amely a magyar emissziók 20%-áért felel, és hát azt is látnunk kell, hogy sajnos az elmúlt időszakban, bár nagyon jól teljesítettünk az emissziók csökkentésében, 34%-kal csökkent amúgy Magyarországnak az emissziója 1990-hez képest. Az egyedüli terület, ahol nem sikerült csökkentenünk, az a közlekedés területe. És pontosan emiatt nagyon fontos ennek a zöld busz programnak a szerepe. És én azt gondolom, hogy a mostani geopolitikai szituációt is, ha megnézzük, akkor azt mondhatjuk így visszatekintve is, hogy jó döntés volt elindítanunk ezt a zöld busz programot, mert nem csak az emissziót csökkenti az elektromos buszok használata, hanem alapvetően helyben megtermelt villamos energiával hajtjuk meg a buszokat, és nem messziről importált fosszilis üzemanyagokkal hajtjuk meg ezeket a tömegközlekedési eszközöket. Úgyhogy ellátásbiztonsági szempontból is egy nagyon kedvező választás, hogyha elektromos buszokat állítunk forgalomba. És hát szeretnénk a programmal tovább menni. Ugye itt is látszik, hogy az egy buszból most már 12 buszról beszélünk, és szeretnénk folytatni a programot, még további lépcsőkön előre menni és kibővíteni. A középtávú tervünk az, hogy Magyarországon több mint 1000 buszt szeretnénk a helyi közlekedésben lecserélni, és elektromos buszokat forgalomba állítani. És hát az is látszik, hogy ezeknek a buszoknak az üzemeltetése is jóval olcsóbb, mint hogyha a hagyományos dízelüzemű buszokról beszélnénk. Úgyhogy egy körülbelül 60-70 forintos árelőnyt lehet realizálni az üzemeltetésen az eddigi tapasztalatok alapján, hogyha elektromos buszokat állítunk forgalomba. Úgyhogy szeretném megköszönni egyrészt képviselő úrnak, illetve polgármester úrnak a determinációt, illetve a kitartást, hogy lehetővé tették, hogy ezek a buszok itt Székesfehérváron forgalomba álljanak, illetve az Icarusnak is természetesen szeretném megköszönni. És én úgy gondolom, hogy ez a zöld busz program, ha már ennyi pénzt elköltünk elektromos buszokra, akkor nagyon fontos, hogy ennek legyen egy iparfejlesztési lába is, és Magyarországon az Icarus mellett is még vannak egyéb olyan nagymúltú autóbuszgyártók, akik tudnak ilyen buszokat gyártani, és hát az Icarusnak is itt nagyon versenyképes termékei vannak, amit most itt flotta szinten is meg lehet tapasztalni Székesfehérváron. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer az Icarusnak, illetve a Hyundainak is szeretném megköszönni, illetve a Volánbusznak, hogy lehetővé tették, hogy ez a program ilyen szépen haladjon előre, és reméljük, hogy akkor az elkövetkezendő években még további szintet tudunk lépni a programban. Weingartner Balázs, a Humda, Magyar Autó, Motorsport és Zöld Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT elnök vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a cég által koordinált zöldbusz program nagymértékben hozzájárul a hazai tömegközlekedés népszerűsítéséhez. Számunkra ugye fantasztikus lehetőség az, hogy a kormánytól megkaphattuk államtitkár úr közreműködésével azt a felhatalmazást, hogy a Humda ZRT, mint mondjuk egy kicsit ilyen indikátora legyen ennek a programnak a megvalósításának. Tehát ugye mit sem érne ez a felhatalmazás, hogyha egyébként nincs
olyan lelkes városvezető és olyan lelkes üzemeltető, aki egyébként látja a lehetőséget, látja a jövőképet ebben, és nem csak azt gondolja, hogy megint valami trendi ügyről van itt szó, hát miről is beszélhetünk, hanem érzi azt a felelősséget, amit azért ezen az úton elindulva úgy kell az első lépéseket megtennünk, hogyha van egy olyan gyártó, akinek a termékét szerencsés helyzetben akár hazai termékként tudjuk ugye itt majd prezentálni. Ugye érzi azt, hogy a lakosság részéről az igény az meg fog érkezni, és hogy egyre inkább mondjuk úgy, hogy nem csak a fiatalok körében, hanem a szélesebb vertikumon is trendivé válik az, hogy akár ezek miatt a buszok miatt többen elgondolkodjunk, hogy autóból, gépjárművünkből buszra szállva csökkentsük a saját szén-dioxid lábnyomunkat is. És azt gondolom, hogy ebben talán a legnagyobb felelősség abban terhel minket, hogy ezt a fajta üzenetet a lehető legszélesebben és legerőteljesebb módon próbáljuk meg átadni az utazó közönségnek. Hiszen a projektet idáig eljutattuk közös erővel, hogy immár itt vannak a buszok és járhatják Fehérvár útjait, de az oroszlán része most az utazó közönségre vár, hogy önök is megtegyék azt a lépést, hogy a buszokat használva, azokat mondjuk így egy kicsit így hétköznapjaikba beillesztve és ezt a lehetőséget minél szélesebb körben megragadva, tényleg hozzájöjjenek a széndioxid kibocsátás lokális csökkentéséhez. És azt gondolom, hogy a polgármester úr itt rögtön feldobta a labdát, ha mondhatom így, hogy a következő projektre is már nyitottak. Ugye a következő felelősségünk nekünk ebben az, hogy azt a lépcsőt is elérjük, ami ugye az itt lévő buszok után már egy még tudatosabb energetikai gazdálkodást tesz lehetővé, tehát nem csak a mögöttünk lévő töltőket fogja majd megismerni az közönség, hanem akár már egy 100%-ban megújuló energiáról tárolási lehetőségekkel biztosított és flotta üzemeltetést is szélesebb körben lehetővé tevő energetikai megoldásokat szolgáltassunk. Természetesen ez követi majd az, hogy a volánbusszal együttműködve minél szélesebb fogyasztói lehetőséget is adjunk, és megpróbáljuk ugye kicsit az utazó közönséget nem csak a busz megjelenésével, az utakon való mondjuk úgy mellettünk elhaladásával felkelteni az érdeklődést iránta, hanem egy kicsit a mai modern információtechnológiát kihasználva applikáción, egyebeken keresztül is segítsük azt, hogy minél hatékonyabban láthassák és érhessék el ezt a szén-dioxidmentes közlekedési lehetőséget. Én azt gondolom, hogy ez most egy fontos mérföldkő, hiszen azért 12 busz az már egy mondjuk ugye a város egész területén látható és megjelenő infrastruktúrát fog jelenteni, és azt gondolom, és azt kívánom a székesfehérvári lakosoknak is, hogy minél több pozitív visszajelzést, és reméljük, hogy a fiatalok a szüleiket is meggyőzik arról, hogy ez tényleg trendi dolog ez elektromos közlekedés, és elhiszik azt, hogy ez a lokális szennyezésben egy hatalmas nagy csökkentési és környezetmegóvó lépést fog lehetővé tenni, ezért higgyünk abban együtt, hogy Székesfehérvár legét már is tisztábbá tettük ezzel a lépéssel, és mi készek vagyunk arra, hogy ezt tovább folytassuk, és bővítsük a programot. Tankó Zoltán, az Ikarusz Globál ZRT vezérigazgatója kiemelte, hogy székesfehérvári vállalatként külön büszkeség, hogy a városban 12 darab Ikarusz 120 eljárul ezentúl hozzá a városi közlekedés színvonalának emeléséhez. Az Ikarusz mérnökeinek a munkájával kapcsolatban pedig legfontosabb visszajelzés, hogy mind a járművezetők, mind pedig az utasok egyaránt kedvelik az Ikarusz legújabb fejlesztésű elektromos buszát. Államtitkár úr az előbb említette, hogy valamikor tavaly februárban találkoztunk először, és akkor én abban reménykedtem, hogy minél hamarabb elkövetkezik az, aminél most tartunk, hogy itt a hátam mögött jó néhány Ikarusz elektromos busszal tudom megmondani, hogy már 12 busz fut itt Székesfehérváron. Ehhez nagyon sok minden kellett, az előttem szólók nagyjából elmondták, hogy kinek milyen felelőssége volt benne, és milyen feladata, és mindenki együtt dolgozott annak érdekében, hogy a magyar iparnak ezt a korábbi fellegvárát újra föl tudjuk lendíteni. Az Ikarusz részéről én nagyon szeretném megköszönni a kollégáimnak azt, hogy ilyen minőségű és ilyen képességű járművet készítettek. A visszajelzések, amiket kapunk a volántól, illetve az utazóközönségtől és most polgármester úrtól is, azt mutatják, hogy elégedettek és öröm velük együtt, öröm ezeket a buszokat használni, üzemeltetni. Nagyon jó a fogyasztásuk a buszoknak, de ehhez nem csak az Ikarusz kellett, hanem a volán is, és a volán gépkocsi vezetők, akiknek szeretném megköszönni, itt a hátam mögött állnak jó néhányan, szeretném megköszönni azt a törődést, amivel a buszokkal foglalkoznak, és azt, hogy megtanulták, hogy hogyan kell egy ilyen buszt vezetni. Nem titok, 0,9 kWh per kilométer fogyasztás alatt működnek ezek a buszok, ami nemzetközi szinten is egy rendkívül magas érték.
és ezt nem annak köszönhető csak, hogy a busz jó, hanem az, hogy jól is kezelik és jól használják. Úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy meg kell köszönjük a kollégáknak, mindazoknak, akik ebben részt vesznek, mint vezetők, mármint, hogy autóvezetők, és mindazoknak, akik részt vesznek, mint vezetők, akik rájukhatnak, hogy így viselkedjenek. A Székesfehérváron ünnepelni ezt az eseményt számomra nagyon nagy öröm, hiszen ez a cégnek a szülővárosa és a fővárosa, és hát ez külön jó érzés, amikor az ember bemegy a városba és jönnek szembe ezek a buszok. Én szeretném ezt még látni jó néhányszor, és majd államtitkárulat megkérdezem, hogy mikor hozhatjuk a következőket. Kruhéna Vince, a Volánbusz elnök vezérigazgatója elmondta, a társaság mindent elkövet annak érdekében, hogy az elektromos autóbuszok üzemeltetése hosszú távon költséghatékony legyen. Inkább én, mint operátori szemszögből fogok most az elektromos buszokra tekinteni, és emlékszem, amikor július elején átadtuk, vagy amikor a nyitó sajtótájékoztató volt, akkor gondolkodtam, hogy amikor záró sajtótájékoztató lesz, az ember mivel kezdje. Egy biztos, hogy a projekt első sikere megvan, hisz több busz üzemel, mint ahány felszólaló. Úgyhogy most már ezen a részen már túl vagyunk. Abban is biztos vagyok, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ez a buszátadó ünnepség, ez csak a kezdet. Egy valaminek a kezdete, aminek nem másnak, mint egy komoly innovációs történetnek, ahol közösen vagyunk a részesei. Részesei a kormányzat, részesei a Honda, részesei az Icarus, és természetesen mi, mint operátorok. Fontos megjegyezni, hogy az előző hozzászólók is említették, hogy felszólók mondták, ugye trendi, környezetvédelmi kérdések, ez mind-mind fontos motiváció tényező, de mint nekem, mint operátornak még milyen egyéb szempontokat kell figyelembe venni. És szerintem itt jönnek majd azok az érvek és magyarázatok, melyek biztos vagyok benne, hogy a jövőit megalapozza az elektromos buszoknak. Ugye, amiket mi látunk, tapasztalunk az Icarus elektromos buszok esetében, ugye két-három fontos dolgot mondanénk, amellett, hogy környezetbarát. Fontos megemlíteni a karbantartási költségeket és az üzemanyag költsége. Nekünk, mint operátoroknak ezek teszik ki a költségeink, a fix vagy OPEX költségeink legnagyobb részét, és azt látjuk, hogy az elektromos buszok esetében, mint említettem, jóval kisebbek az üzemeltetési költségei. Itt nyilván még meg kell várnunk egy 2-3 évet, de amit most tapasztalunk, nyilván olyan forgókopó alkatrészek, amelyek a hagyományos meghajtású buszoknál megtalálhatóak és jelentős költséget képviselnek, mint például a kuplung vagy a váltó esetében, nyilván az elektromos buszok esetében ez nincsen. És ami fontos, amit államtitkár úr említett, maga az energia vagy energetikai függetlenség, tehát az, hogy elektromos buszok, képesek vagyunk mi megtermelni ennek az üzemanyagának, elő tudjuk állítani az elektromos buszokhoz szükséges elektronokat. Ugye amikor júliusban átadtuk, hát körülbelül ugyanilyen idő volt, és azt tapasztalhattuk, hogy azt gondolta az ember, hogy július nyár közepén melegebb nem lehet. Most itt vagyunk november elején, október végén, és látjuk, milyen napos idő van. Úgyhogy a projektek tekintetében ahhoz, hogy operációs szempontból még hatékonyabban legyünk, a következő feladatunk a napelemparkok kiépítése. Meg biztos vagyok abban, hogy ezeknek az elektromos buszoknak a kérdése, üzemeltetése az egy komplex szemléletmódot jelent, ami nem jelent más, mint ökoszisztémával gondolkodunk, hogy itt vannak az elektromos buszok, nagyon jó, ugye kiváló napos országban élünk, az is fantasztikus, tehát megvannak a lehetőségek, ugye maga a domborzat is adott ahhoz, hogy jó fogyasztást érjünk el, tehát a következő feladat az, hogy nekiálljunk képíteni a termelési eszközöket, mint ebben az esetben nem csak az elektromos busznak a beszerzése, a napelemparkoknak a kiépítése és a hozzátartozó tározóknak a kérdése. Nyilván ez hosszú idő, nagyon sok munkát igénye, nem csak nekünk, mint operátorok, akik megosztjuk a tapasztalatainkat a gyártóval, a fejlesztővel, nem ugyanúgy a gyártóknak is kell beszélni, nem csak saját magukkal, hanem egy másik fontos alkotóelemmel, az akkumulátor gyártókkal, az akkumulátor előállítókkal. Hála jó Istennek, hogy Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy rendkívül sok akkumulátor gyártó helyezte le itt a telephelyét, termelések elindultak, tehát lényegében egy másik fontos eleme az elektromos buszok esetében is hazánkban megtalálható. Amit még természetesen figyelembe kell vennünk,
az elektromos buszok esetében, és itt is megemlítették a humán erőforrás kérdését. Nyilván, hogy ez egy képzési rendszert igényel, itt a maga a buszsofőrök esetében komoly feladatok és felelősségük van, hogy jól hatékonyan tudjuk üzemeltetni az elektromos buszokat, ahogy Tankó úr említette, ahhoz, hogy ilyen kiváló fogyasztásokat elérjük, maga a humán erőforrás képzése és azok hozzáállása az elengedhetetlen, úgyhogy én is köszönöm nekik a kiváló munkát. És hogy még egy pár számot önökkel megosszak, hogy hogyan is állunk az elektromos buszokkal. A Volán busz flotta esetében összesen 100 darab elektromos busz fog beállni körülbelül a 2023-as év első negyedévébe. Ugye 40 darab Mercedes-Benz E-Citaro beszereztünk, ugye még BID buszokból fogunk beszerezni, Győrbe 13-at fogunk lerakni, Zalaegerszegen 11-et, Szolnokon 10-et, Szegeden 8-at, Egerbe 6-ot, és természetesen Székesfehérváron 12 már üzemel. És még egy számot hadd összek meg a nőkkel, ami fontos, ami nekünk, mint operátoroknak rendkívül fontos. Amit kaptam adatokat futásteljesítmények tekintetében, eddig a 12 darab busz összesen 110 ezer kilométert ment. Ez üzemanyag tekintetében, gázolaj tekintetében jelen áron az 18 millió forint. Most képzeljük el, hogyha ha a Volán esetében a 400, nyilván ez természetesen adott körülmény, meg nyilván nem lehet lecserélni az összes busz, elektromos buszra, de a 400 millió kilométerrel számolunk 18 millió forintos 100 ezer kilométer esetében, akkor körülbelül 75-80 milliárd forintokról beszélünk az üzemeltetési költség területén. Természetesen nem lehet 400 kilométerrel, hanem csak felezzük 200 millió, akkor is körülbelül 40 milliárd, 35-40 milliárd forintról. Tehát akkor, amikor egy állami vállalat ilyen szerepeket, ilyen gazdasági helyzetben közösségi közlekedést ellát, ilyen szolgáltatást visz, akkor igenis fontos és látható is rendkívül meghatározó maga az üzemeltetési költségek, és mi, mint operátorok, nekünk ezeket figyelembe kell venni. És még egy alap hadosszak benők, amely a környezetvédelemről vagy környezeti kiadásokról beszéltünk. A 12 busz esetében eddig körülbelül 140 ezer kilogramm szén-dioxid kibocsátást spóroltunk meg. Úgyhogy biztos vagyok benne, és én, mint operátor, csak meg tudom erősíteni és biztatni a gyártókat, a kormányzatot és mindenkit, hogy rendkívül jó tapasztalataink vannak. Nekünk ez egy fontos erőlépés lenne, és mint említettem, a közös tapasztalatcsere, közös munkakonos fejlesztése Volán busz esetében mindenképpen számíthatnak rá. A program a tervek szerint folytatódik, a cél közel 1000 autóbuszt elektromos meghajtásúra cserélni. Kedves nézőink, a köztérben azzal a 12 új elektromos autóbusszal foglalkoztunk, amelyek nemrégen álltak forgalomba Székesfehérváron. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.